akkor nekem jutott a négyes menü, amiben, ugye, mint mondottam, marhahús, tortellini, csirke, hal, rizs található. Én nem tépkedem, mert már tegnap megkilóztam, előkapom az A1-et és dirdós szétbarmolom. Most majd láthatjátok, igen, lehet érezni ezt a határozottan védőgázos dolgot benne, ahogy az ember felsérti a csomagolását. És majd láthatjátok, hogy a francia nagyon akkurátusan gondolt arra, hogy ebbe lesz majd szemetes. Felnyitása, ugye szintén, ahogy már Geri mutatta, ez a rész egy kicsit macerás. Nekem tegnap sem ment, most sincs akkor a körmöm, ha meg tudjam oldani. Így hát késsel kicsit rásegítek. A tartalom, láthatjátok, ugyanaz, mint Geri részéről, tehát dett ugyanaz az Esbit főző, ezt majd ő fogja bemutatni. Található benne, ebben van a szemetes zsák. Ugyanaz a levespor, él bennem a gyanú, hogy hát szerintem ugyanaz. Én egy árva kukot nem beszélek franciául. Nem, ez nem ugyanaz. Nem ugyanaz? Azt írja, hogy krumpli püré, igen, instant, ez egy krumpli pürépor. Krumpli pürépor. Krumpli leves, krumpli hát pürépor. Akkor ezt is megkóstoljuk. Hát gyerekek, bajba vagyok. Hú, itt ez a csodálatos, ez a csokoládé? Ez a nugát? Nugát. Aha, nem, ez nugát. Ez nem csokoládé, ez nugát, ez teljesen más. Oké? Ez az acskó tartalma szerintem majdnem ugyanaz. Élben nem a gyanú. Szétszedjük majd ezt is, és majd megmutatjuk nektek, hogy pontosan mi van benne. Tejpor, cukor, sóbors, ilyeneket szoktak tartani benne. Na hát akkor tortellini. Marhahúsos tortellini, nagyon kíváncsi leszek erre. Tegnap, amit ettem, az ilyen oliva bogyós dolog volt, meg egy ilyen zöldséges marha. Fú, baromi finom, gyerekek, hihetetlen finom, ég és föld, mint az emere. És ebben rendes hús van, de majd meglátjátok. Legalábbis tegnapiban rendes volt. A másik főétel, na, most légy okos, domonkos, valami hú, ez lesz a tonhal? Alaszkai halfilé és zöldséges rizs. A légüm jelenti a zöldségeket. De jó, hát ugye angolnál még képbe voltam én is, itt már bajba vagyunk. Jó. Ugyanaz a papírszalvéta, lényegesen több, mint az amerikai emerében. Olyan kis aranyosan, akár még vécézésre is alkalmas mennyiség. Rágógumi dett ugyanaz a Hollywood, amit Geri mutatott. Csoki rúd, ez más, mint a Geri, vagy ugyanaz? Ez ugyanaz, aha, tegnap ettem ilyet. Na hát gyerekek, ha még nem volt székrekedésetek, akkor ezután lesz. Borzasztó! Ránézel, megeszem itt egy darab szenet ennél, viszont tényleg tele van kakaóval, tehát baromira. Aki szereti a étcsokit, annak azt mondom, hogy baromira finom. Ez is valami, mi ez, paté, tehát valami májkrém, valami pástétom. Valami pástétom lehet, hát majd kiderül, hogy milyen pástétom. Ennyiből nekem sajnos nem derül ki. Ugyanaz a sajtkrém, ami Geri dobozába, tegnap ilyet ettem. A boci sajt. Ha emlékeztek, vagy lehet még ugyan kapni, na, olyan íze van, mint a boci sajtnak. Finom, tényleg finom. Mentolos cukrok moláljavítónak. Ugyanaz, mint a Geri csomagjába. Nugát. Megint egy. Ez a karamell, szintén Geri csomagjába, de ugyanez megtalálható. Ezek a kis cukrok, ilyenből négyet találtam, kibontottam. Hát nem más, mint egyszerű kockacukor kávéba. Semmi extra nincs benne. És akkor az a sütemény, vagy ilyen kekszerűség, amit már tegnap kibontottam, ezt meg is mutatom hirtelen. Kétféle van benne. Ez a sötét színű, ez édesebb, ez sósabb. De mind a kettő édes is egyben. Meg egyben sós is, tehát úgy, mint ez ilyen mézes lenne. Szerintem ezt el lehet fogyasztani a májkrémmel, vagy a sajttal. Magára ettem. Finom, kemény, amúgy, de finom kis kekszek. Na, akkor lássuk neki főzni,
De előtte Geri bemutatná nektek a Ezbit dobozkának a tartalmát, hogy ez hogy is néz ki, és A-Z-ig hogy kell használni. Na hát akkor videóban a videó feldolgozása a francia Ezbit melegítőnek. Azt elmondanám, hogy bent az oktogonnál a 22-es csapdája túlélő boltban ezt így külön is meg lehet vásárolni, és ugyebár meg lehet venni a német Ezbit cégnek a főzőjét, ami hasonló elve működik, csak az nem lemezhajtogatós, hanem olyan dolog, ami többször felhasználható, mert elméletileg ez csak egy olyan 5-6 alkalommal lehetne felhasználható, mert utána elfárad az anyag és eltörik a lemezke. Na nyissuk ki! Azt mondja, hogy igen, azért még azt elmondanám, hogy ugye itt a hátulján, remélem látja mindenki, van egy ilyen kis tutoriál, ami elmondja, hogy hogyan kell használni ezt a melegítőt. Akkor most járjunk el e szerint. Kivontjuk. Első, ami a kezembe akad, egy doboz gyufa, benne körülbelül 10-15 szál sima egyszerű gyufával. Mindjárt kiveszünk egyet. Semmi extra, tehát nincs leviaszolva a feje, ez sima egyszerű gyufa. Egyszer. Következő, ami kikerül belőle, azok a fűtőtabletták, ez érdekes, papicájéban oválisak voltak, ebben négyszögletesek vannak, és látszik rajta, hogy úgy van beperforálva, hogy ezt négy darabba lehet törni. Na most egy ilyen tablettának az égési ideje, én az Ezbitét tudom, az egy olyan 7 perc alatt ég el. Tehát a szabvány 4 g-os Ezbit fűtőpasztilla az 7 perc alatt ég el. Ez... nem találok rajta súlyadatot, de mi úgy tapasztaltuk, hogy ez is körülbelül az ovális egy olyan 7-8 perc alatt ég el teljesen. Az Ezbit tablettákat minden esetben teljesen el kell égetni, ugyanis nem igazán lehet eloltani őket, és ami már egyszer elkezdett megolvadni és égni, azt nem lehet visszacsomagolni. Haladjunk tovább. Ugye itt van benne föltekerve a kis szemetes zsákocska, amit Papica már említett, és benne van ugye ez a lemez, ami magát a főző testet adja. Na most ez egy érdekes dolog, ugyanis látszik, hogy milyen szépen be van perforálva, hát adja magát, hogy hogy kell fölhajtani. Ugye először fölhajtjuk ezt a két lemezt, így, majd fölhajtjuk ütközésig a két másik oldalsó lemezt, így. És így kapunk egy nagyon stabil, jó szellőző, de ugyanakkor valamelyest szélfogónak használható kis főző felületet. Ide a közepére belerakjuk ugye a tablettát, meggyújtjuk, és hagy szóljon. Na most én, ha megnézitek a másik Ezbit videómat, ezzel egy tablettával, illetve ott kettőt használok, nem tudtam fölforralni 4 deci vizet egy fedős edénykében. Tehát igazából ez forralásra vagy többet kell meggyújtani, de nem fog akkora hőt leadni, hogy lobogó forró vizet kapjál. Ennyit tudnék elmondani róla. A tablettáról magáról, ami még itt található, az egy ilyen konzervfogó, amit most így per pillanat rosszabb tudja, gondolom ezt is meg kell hajtogatni, és azt hiszem, hogy úgy, hogy talán így egyszer, és talán így kétszer. És így rá tudod akasztani a konzervnek a szélére, és azzal tudod ugye rátenni, illetve levenni a főzőkéről, hogy ne égess meg magad. Valamint található benne egy víztisztító tabletta. Ezek úgy működnek, megfordítom, ezek úgy működnek, hogy egy vagy két ilyen tablettát bele kell dobni egy liter vízbe, körülbelül 30 percet állni hagyni, és utána iható a víz. Természetesen ezt mondjuk úgy tudom javasolni, hogyha közvetlenül a forrásból vesszük a vizet, tehát abból garantáltan kiírt minden olyat, ami hasmenést vagy egyéb nyavaját okoz, viszont hogyha nem közvetlenül a forrásból vesszük a vizet, akkor én mindenképpen javasolnék egy szűrést, egy forralást, és utána a víztisztító tablettát, mert az a tuti. Hát körülbelül ennyi lenne a francia Ezbit csomag. Igazából, amit a turista boltokban lehet kapni, nem különbözik sokban ettől. Talán annyiban, hogy nincs benne ugye víztisztító tabletta, meg edényfogó, meg gyufa. Tehát amit kereskedelmi forgalomban lehet venni, Ezbit márkanév alatt, piros dobozkában, az lényegesen kevesebb dolgot tartalmaz, de az ugyanez gyakorlatilag felhasználási területében.